A sorozatunk előző filmében meséltünk arról, hogy hogyan hamisították meg történelmi dokumentumokat, irodalmi műveket, a régi műemlékeket és művészeti tárgyakat. A középkori reformátorok törölték a történelem lapjairól az emberiség igazi múltját, kitalációval és féligazságokkal kicserélve. Ez hosszú folyamat volt, s nem egy évszázadig is eltartott. De ahhoz, hogy a népek tudatába elterjesszék az új történelmet, nem volt elég csak az írott dokumentumokat hamisítani. Elő kellett állni az új történelme változat anyagi bizonyítékaival is. S az írásbeli dokumentumok átszerkesztése és hamisítása után nyomban elkezdődött az anyagi műveltség emlékének a hamisítása is. Néha a történelmi emlékművek hamisításának folyamata állami segítlettel folyt, de néha nem nagy embercsoport csinálta. Közülük néhányan pénzsóvárok voltak, néhányan dicsőségre vártak, néhányan pedig meghatározott megrendelést hajtottak végre. Hatalmas mennyiségű mindenfajta lehetséges hamisítvány készült a 16. századtól kezdve. Sajnos ez a folyamat még nem ért véget, s mind a mai napig tart. A történelmi műemlékek három hatalmas hamisításáról mesél ez a film. Három nagy hamisítás. A történelem mindenhol körbevesz bennünket. Bármely épületnek, bármely tárnak, amely fennmaradt egészen a napjainkig, megvan a maga történelmi értéke, s minél régebbek ezek a tárgyak, annál erősebben vonzák az emberek figyelmét. Ezért az úgynevezett régiségek közt nagyon sok hamisítvány található. Ma jól ismert, hogy vannak hamisított képek, ékszerek, pénzek, pecsétnyomók, sok hamis dokumentumot és krónikát lepleztek le, de nem mindenki tudja, hogy az ismert építészeti, régészeti műemlékek közt szintén vannak hamisítványok. Közülük néhány még az UNESCO világörökségének is a része, ezért, mert minél nagyobb szabású a hamisítvány, annál könnyebb meggyőzni embereket az eredetiségéről. Trója és Lémán aranya. Az emberek többsége a fenséges trójáról már néhány évszázad óta Homérosz Iliász nevű költeményéből szerezhet tudomást. A költeménynek ezért Iliász a neve, mert a görögök ezt a várost Ilionnak hívták. Úgy hívják, hogy a trójai háború időszámításunk előtt 13. századában zajlott le. A történészek azt állítják, hogy Homérosz nem volt a trójai háború kortársa, hanem 800 évvel később élt. Ennek során a költemény állítólag szóbeli mondák és vándor énekesek énekei alapján írta. Semmilyen írásos dokumentum vagy bizonyíték Trója építéséről és a legendás trójai háborúról nem maradt fenn, sőt a hagyományos történelem azt állítja, hogy Homérosz vak volt. Ebből következik, hogy nem tudta leírni a saját költeményeit. Csak valakinek lediktálni tudta, de az életben ezeket az alkotásokat senki sem igyekezett megörökíteni. Az évszázadok során szájról szájra adták tovább, s csak néhány száz évvel a költő halálát követően írták le. Nem meglepő, hogy a tudósok és egyszerűen a művelt emberek többsége egészen a 19. század végig Homérosz költeményét csak eposznak, magát Tróját pedig misztikus városnak fogta fel. De a 19. század végén a hozzávaló viszonyulásuk megváltozott, mivel Heinrich Schliemann német amatőr régésznek állítólag sikerült felkutatnia a homéroszi Ilion romjait.
Schliemann önéletrajzába romantikusan bele van írva, hogy a fiatal Heinrich gyermekkora óta arról álmodozott, hogy megkeresi a legendás Tróját, s felnövekedvén Schliemann sikeresen milliómos kereskedő lett, s megengedhette magának az olyan nagyon sokba kerülő vállalkozást, mint az elveszett város keresését. Álljuk meg részletesebben Trója keresésének a részletein. Hol kell keresni? A széles körben elterjedt mítosz arról, hogy Schliemann Tróját Homérosz tunikáját a kezébe tartva kereste, vagyis kizárólag az Iliász szövegére támaszkodván. De ez nincs így. Törökországban Schliemann idegen nyomon érkezett. Elsősorban Hosiaus Gouffier, a francia tudós nyomain, aki még a időszámításunk 18. századában több expedíciót hajtott végre Anatólia Törökország tartományának az észak-nyugati részén. A francia közzétette ennek a helynek a leírását, azt állítva, hogy Trója kb. 10 km-re volt található Gisarlik dombjától. 1822-ben Charles MacLean skót újságíró újságcikket tett közzé, amelyben azt állította, hogy Gisarlik domb nem más, mint maga az ókori Trója. A domb első kiásását pedig az angol Frank Colbert végezte időszámításunk 19.-20. század 20-as éveiben, de a munka elvégzése Colbertnek nem volt anyagi eszköze. Viszont Schliemannnak ezek az eszközök rendelkezésre állottak. Schliemann ezt írta: azután, hogy kétszer megnéztem ezt a területet, teljesen egyetértettem Colberttel, hogy azt a dombtetőt, amely Gisarik dombját övezi, az a hely, ahol elterül a régi Trója. A tudósok miért is kezdték el keresni az ókori Rómát éppen itt? A 18.-19. században még maradt bizonyítékok arról, hogy az antik Trója az Oszmán Birodalom területén volt található. De a helyzet az, hogy Törökországot nagyon sűrűn borítják a régi települések és katonai erődítmények romjai. Gyakorlatilag bármely helyen fel lehet tárni régi épületek darabjait, s tökéletesen érthetetlen, hogy Gisarlik dombján feltárt település maradványait miért nyilvánították az ókori Trójának akkora elragadtatással, hiszen ott nem volt semmi homéroszi. A méretnek van jelentősége. Amikor a romok megszabadultak a téltől, kiderült, hogy a település mindössze csak 120 méter x 120 méter. Ez akkora, mint két labdarúgó pálya. Annak, aki olvasta Homérosz Iliász költeményét, tökéletesen nyilvánvaló, hogy a költő által lefestett város területe sokkal nagyobb volt. Akkor úgy döntöttek, bejelentik, hogy Trója néhány régészeti leletből áll. Ilyen kis telken volt található az állítólag legelső település. Utána a város fokozatosan gyarapodott, s Trója a híres trójai háború idején állítólag már 20 ezer négyzetmétert foglalt el, de még ekkora térben is alig ha lakhatott egyidejűleg 500 embernél több, hiszen a lakőtelőleteken és a belső utakon kívül valahol el kellett helyezkedniük a templomoknak, raktároknak, házi barmok helységeinek. Homérosz Trója ostromát ismerve, amely 10 évig tartott, leírja, hogy a város ostromáról több mint 1000 görög hajó érkezett, azaz Tróját ostromló harcosok száma mintegy 30 ezer ember tett ki. Ha ez a nem nagy vár valóban Trója lett volna, akkor tökéletesen nyilvánvaló, hogy az állított építményben a lenyűgöző görög seregek nyomására a trójaiak nem tarthatták volna magukat akár csak egy hétig sem. Valószínűleg a régészek és történészek megértették, hogy az akár 20 ezer négyzetméter nagyságú település méretei semmiféleképpen sem felel meg a homéroszi trójai elírásának.
Ezért a méreteit megnövelték. Manfred Korfman névet régész, aki ma Trójának legnagyobb tekintélyei ismerőjének számít, 2003-ban bejelentette, hogy sikerült neki meghatározni a város igazi méreteit. A szavai szerint a feltételezett Trója területe 13-szor nagyobb, mint elfogadott gondolni. Azaz nem 20 ezer négyzetmétert tesz ki, hanem 217 ezer négyzetmétert. 1988-tól kezdve 15 év alatt Korfman ásatásokat végzett itt, amelyekre 3 millió eurót költött. De annak ellenére, hogy német régészek és szponzoraik ezt a település méreteiben megnőtt, bizonyíték arra nézve, hogy Gizalik dombon éppen a legendás Trója található, még így sincs. Kincs, kincs. Jelenleg Törökország területén régi romokat minden lépésnél találni. Ezért Schliemannnak, aki az ásatásait a Gisarik dombon kezdte, anyagi bizonyítékokra volt szüksége, hogy a talált város éppen Trója, s meg is találta ezeket. 1873. májusában Schliemann váratlanul kincset talált, amelyet ő ingadozás nélkül Priamus trójai király cárkincsének nyilvánított. Azok a körülmények azonban, amelyek között a kincseket megtalálta, komoly gyanúkat vetnek fel. Először is, a legelőször, Schliemann nem tudta megnevezni azt a napot, amikor a leletet megtalálta, csak a hónapot, május nevezte meg. Csak nem felejtett el ilyen jelentős dátumot, hisz ha hinni lehet az életrajzának, erre a napra egészen gyermekkorától kezdve készült. Később meg is nevezte dátumot 1873. május 28. Másodszor kezdetben Schliemann kijelentette, hogy a kincs megtalálásának az egyetlen tanúja a felesége Szófia volt, de utána kiderült, hogy Schliemann asszonytük Törökországot még május elején elhagyta, és nem lehetett a tanúja ennek a történelmi eseménynek. Mikor sarokba szorították ezekkel a tényekkel, Schliemann beismerte, hogy állítólag azt akarta, hogy a felesége szintén az első felfedezőnek számítson. Harmadszor a kincs valódiságára vonatkozó kétségeket még egy rendkívül érdekes tény erősíti. Kiderült, hogy Schliemann olyan ékszereket keresett, akik segítségével a talált arany ékszerek másolatokat lehetett készíteni, és az ékszerekkel szemben meghatározott követelményeket támasztott. Ezeknek az embereknek jóval el kellett tudniuk igazodni az ókorban, nem volt szabad rányomni a másolókra a saját bélyegüket, elvenni a munkáért a megszabott árat, és legfőbb nem volt szabad elárulniuk Schliemannt. Schliemann azzal magyarázta azt a kívánságát, hogy másoló példányokat készítsen, hogy a török kormány aligha fogja gondját viselni a kincsből kapott saját részének. S ha a leletek felét visszaadja, akkor Schliemannnál ott maradnak a másolatok, de Schliemann egész tevékenységét akkora homály borítja, hogy tökéletesen érthetetlen, hogy mikor folytatta ezeket a tárgyalásokat az ékszerészekkel. A kincs megtalálás után, vagy azt megelőzően, a kincs, melyet egyedül fedezett fel Gisarik dombon, legnagyobb valószínűséggel nem más, mint a 19. századi művész ékszerészek munkája. Negyedszer Schliemann azon bejelentése, hogy megtalálta a legendás Priamus trójai király kincsét, eléggé furcsán nézett ki. Ilyen bejelentést tenni legalábbis felelőtlenség volt. Az arany, ezüst vagy akár résztárgy abszolút korát megállapítani még ma sem lehetséges. Meg lehet kísérelni, hozzákötni valamilyen történelmi korszakhoz, ha a tárgyakon vannak feliratok, személynevek, elnevezések, számok, de a Schliemann által talált tárgyon nincs egyetlen betű sem.
Ez csak azért fontos, mert Schliemann 8833 tárgy megtalálását jelentette be, a kincs java részét karkötők, nyakláncok tették ki, gombok, láncsatöredékek, de voltak aranyból készült kupák, edények, rész, bronz, házi szerszámok, két arany diadém, ezüst palackok. Ötödször nagyon gyanús az állítólag talált kincsek kiszállítása is az Oszmán Birodalomból. A művelet terveit Schliemann jó előre kidolgozta, s legszigorúbban titokba tartotta. A kincseket beletették hat faládába, s titokban Frank Colbert brit konzul házába vitték. Éppen annak a Frank Colbertjébe, aki elkezdte az ásatásokat az állítólag homéroszi Trójában. Utána a kincset a Harlanik Athin öbölbe vitték, amely 7 km északra található Gizariktól. Itt már várta őket a rakományon teli teherhajó, a Toxiarchesz. Schliemann bizalmi emberei segítségével a hajó Szilosz szigetére érkezett, utána felbecsülhetetlen értékű teherrakományt másik hajóra tették, amely Athénba szállította. Ez igazi csempészet volt, mivel Schliemann és a török kormány között kötött megállapodás alapján az összes talált kincs fele az Oszmán Birodalmat illette. De Schliemann nem szándékozott megosztozni a kincsen. A leletett külföldre való kicsempészését azzal magyarázta, hogy a tudatlan törökök egyszerűen beolvasztották volna ezt az egyedülálló kincset. Meg lehet azonban, hogy a kincs kiszállításának a művelete előre megrendezett színjáték volt. Lehet, hogy Schliemann ezekben a faládákban egyenesen olyan tárgyakat is kivíthetett Priamus kincse helyett, amelynek még ha romok között találtak is, nem rendelkeznek különbözőbb értékekkel. Úgy tartják, hogy úgynevezett Priamus kincsen kívül Heinrich Schliemann feltárta még Mykéne régi sírhelyét is, ott felfedezte azt az arany sír állarcot, amely nagy dérrel durral Ilyás II. Hősének, Agamennak az állarcának nyilvánított, s ismét nincs semmilyen bizonyíték sem. Igaz, ma a történészek azt mondják, hogy az állarc másik vezéré volt, akinek neve egyenlőre még nem ismert. Érdekes, hogy a régészek hogyan sikerült bebizonyítani, hogy az ismeretlen állarc ismeretlen vezéré volt, akinek a neve még nem ismert. Építmények. Néhány építményt a régi Ilion maradványai területén találtaknak tartani, egyszerűen balgaság. Például a régészek azt javasolják, hogy elhiggyük, hogy itt valamikor városkapu helyezkedett el, s minden nap évről évre nehéz teherszállító szekerek utaztak rajtuk be és ki. De hiszen jól ismert, hogy a sok éves használat alatt bármely úton feltétlen kátyuk jelennek meg. Például így néz ki a kőút Csufukta városában, a Krimben, amely valóban hosszú ideig jártak szekerek. Természetesen a keréknyom mélysége függ a használati anyag tartóságától, de az úgynevezett ilyen eszményen simának fennmaradni nem tud. Itt nincs semmi keréknyom a keréktől, sem állatok által kitaposott út, sem más rongálás, amely általában megjelenik az út felszínén. Az ilyen meredek emelkedőn a teherrakományon megrakodott szekerek fennvontatása és leeresztése gyakorlatilag lehetetlen. Ezen kívül az út szó szerint nekidől a falnak. Az a benyomás keletkezik, hogy itt egyáltalán soha senki sem utazott, és ez az út, mintha újonnan készített dolog lenne.
Ez pedig még egy érdekes építmény, amely a régészeti komplexum területén található. Ez a fal szemléletesen mutatja, hogy az épületet néhány rétegből rakták össze. A régészek azt állítják, hogy az építmény alapjait időszámításunk előtt 2500-ben készült. Hogy mikor rakták le a legfelső téglákra, a tábla nem közli. Fordítsuk figyelmet arra, hogy az épületet valamiért vászon borítja, de a csodálkozó turisták kérdésére, hogy ez miért csinálták, az idegenvezetők azt válaszolták, hogy az építményt így védik az esőtől. S valóban a téglák olyan nem tartós anyagból, hogy könnyen még az érintéstől is könnyen málnának. Az erős esők pedig át tudják alakítani sárkupaccá. De az emberek hogyan is élhettek ilyen házban, és miért építették a lakhelyüket ennyire megbízhatatlan anyagból, amikor az ember figyelmesen vizsgálja ezeket a romokat, nyilvánvalóvá válik, hogy ez nem régi építmény maradványa, hanem a turisták számára kapkodva készített olcsó díszítésnek tekinthető. Ezek pedig az ókori építmény töredékei úgy tartják, hogy szintén néhány ezer éves. Érdekes, a régi építészeknek hogyan sikerült ennyire egyenletesen elvágniuk a márványtörömböket és kőlemezeket a sírhely befedésére, és legfőbb, mivel vágták ki. Ennek az állítólagos ókori sírhelynek a minősége gyakorlatilag olyan, mint a jelenlegi épületeknek. Miért kell a ködösítés? Mindezek a furcsaságos és ellentmondások ürügyet adnak a szakértőknek arra, hogy kételkedjenek a kincsek valódiságában. Sok komoly tudós mind a mai napig Trója felfedezését ködösítésnek tartja, magát Schliemann pedig vad fantasztiának vagy egyszerűen hazugnak. De ha ez tényleg közönséges katonai erődítmény, akkor a régészek miért szervezték meg ezt a hangos ködösítést? A dicsőség és a pénz kedvéért, de lehet, hogy nem csak a saját érdekeiből cselekedtek, hanem valaki áll mögöttük. Ma nehéz válaszolni erre a kérdésre, de a Skalergi iskola történészei számára ez a nagyszobású hamisítvány nem jöhetett volna jobbkor. S hogy véglegesen meggyőzik a turistákat, hogy az állítólag ókori Trója területén tartózkodnak, a régészeti épületegyüttes bejáratánál hatalmas faluvat ácsoltak, melynek a belsejébe az egész világból érkezett utazók szerte szeretnek felmászni, de úgy tűnik, hogy a Trója falu története még egy csodás legenda a régi Trójával kapcsolatos kitalációk sorozata. Felfedeztük, hogy a Trója háború a régi dokumentumokban különböző elnevezésekkel tükröződött. Konkrétan híres Trafenni háborújaként Róma történelmében, s a Gót háborúként Bizánc és Róma történelmében. Úgy tűnik, hogy a Trója bevételének történelmében a Gót háború dokumentumai szerint ennek a városnak a bevétele a régi lerombolt viadukton keresztül történt. A seregek a városba a régi viadukt csövén keresztül törtek be. Úgy tűnik, hogy az a viadukt Homérosznál trójai lóként szerepel. Miért? A válasz nyilvánvalóan nagyon egyszerű. Latinul a víz aqua, a ló pedig equa. A másolók azt a két szót összekeverték az aquaductot, amelyben víz folyt valamikor. Átalakították lóvá, a trójai falóvá. Így keletkezett ez a csodás kép, amely azóta is kóborol a régi krónikák oldalain. Hosszú évekig a válasz arra, hogy hol is volt a fenséges trójai, izgatta a tudósok, kalandkeresők vagy egyszerűen homéroszi költemény olvasói elképzelését, de úgy néz ki, hogy egyikük sem ásta elő, hogy a Trója valójában a középkori Konstantinápoly. Ezeknek a keresésének
csak egyfajta képen lehetett véget vetni, találni a Boszporusz partján valamilyen romokat, s trójai romnak nyilvánítani. Schliemann segítségével ezt a feladatot sikeresen megoldották. Az igazi trója keresése hosszú évekre befejeződött, viszont Gizarrika özönlöttek a kiszéken turisták. Az egész világról utaztak ide utazók, hogy saját szemükkel lássák a várost, amelyen nagy Homérosz megénekelt. Sajnos Trója hamisítása nem ez egyetlen egy eset a régészet történelmében. 50 év múlva a világ új szenzációt rajong körül, amely meg Schliemann ténykedését is háttérbe szorítja. Tutankhamon sírkamrája. 1922. decemberében a brit újságok címlapjáról szenzációs infó terjedt el. Az egyiptomi királyok völgyében nagyszobású sírt találtak, Tutankhamon fáraó sírkamráját. A lelet egyedülállóságát nem csak a sírkamra gazdaságában volt, magának a Tutankhamonnak az alakját misztikusnak tartották korábban. Közlések erről az emberről egy-két pecsétnyomóra korlátozódnak, amelyekre rá volt írva a neve, de még az is csak a királyi címe nélkül. Ezért Tutankhamon sok tudós nem számított a királynak, legjobb esetben is csak nemes embernek, de 1922. decemberében talált lelet mindent megváltoztatott. A Tutankhamon sírkamráját felfedező ember első számú egyiptomológussá vált a világon. Hivatalos régész volt Albert Carter, már néhány éve dolgozott az Egyiptomban, s mint tartják, eléggé sikeresen. De Carter becsvágyó volt, szándékában volt azt csinálni, amit senkinek sem sikerült megkeresni, éppen Tutankhamon sírkamráját. 1917-ben expedíciót gyűjtött be, s elkezdte az ásatásokat a királyok völgyében. Addigra az összes tudós biztos volt abban, hogy találni itt bármit is már lehetetlen. Richard Leasby, német régész azt állította, hogy a királyok völgyében nem maradt egyetlen egy homokszem sem, amelyet legalább háromszor nem forgattak át az egyik helyről a másikra. Az 1917-es évekre minden, amit csak találtak, a régészek jelentéktelen apróságok voltak. Carter szakemberként tudott erről, s mégis elkezdte a keresést. Ma majdnem 100 év elteltével az egyiptomi régiségi kutatók hangot adnak a feltételezésüknek, hogy Carter lelete nem nagyszobású felfedezés, hanem nagyszobású ködösítés. Carter évtizedig nem Tutankhamon sírkamrájának a keresésével, majd tanulmányozásával foglalkozott, hanem hamisítással. Ez nem meglepő, mivel a sírhely inkább hasonlít díszítésre, semmint sírkamrára, s több körülmény, amely együtt jár a munkásságával, mind a mai napig sok kérdést vet fel. Első körülmény, Carter az ásatásokat ugyanazon helyen kezdte, mint ahol a későbbiekben megtalálta majd a sírkamrát. S kezdetben Carter állítólag semmit sem találtott, ezért a rákövetkezendő 5 évben méterről méterre átlapátolja a királyok völgyének más parcelláit, 1922-ben pedig ott Carter úgy döntött, hogy visszatér oda, ahol elkezdődött a keresés, és egyből meg is találta a sírt. Második körülmény, Carter a sírkamra megtalálása után nem engedte a munkatársainak, hogy kinyissák a lepecsételt ajtókat, szándékosan húzta az ásatások lefolyásának a határidejét. Arra kényszerítette az expedíció tagjait, hogy a már megtalált leleteket, s hogy ezzel már ott ne helyben, hanem laboratórium körülmények között foglalkozzanak. Sőt, Carter elrendelte, hogy temessék be sírkamrákat, s várják be az expedíció szponzorának Lord Carnegon érkezését. Egyáltalán az ilyen veselkedés régésztől elég furcsa. Harmadik körülmény, amikor a régészek ismét kiásták a sírkamrákat, felfedezték, hogy a sírhoz vezető járatot már kétszer felnyitották, aztán ismét lezárták.
A következtetés magától adódott. A sírkamrában már kétszer voltak sírrablók, de amikor az expedíció tagjai bemásztak belőle, akkor nagy mennyiségű tárgyat láttak, közöttük sok drágoságot is. S ekkor Carter furcsa döntés hozott. Ahelyett, hogy folytatták volna a sírkamra kutatását, elrendette a sír újbóli betemetését és elutazott Kairóba. Csak 1922. december végén szedték ki a sírkamrából az első leletet. Abba a szobába pedig, ahol a fáraó szarkofágja volt található, Carter csak 1923. februárjában ment be. Kiderült, hogy ez a szoba, amely szintén tele van aranytárgyakkal, nem esett fosztogatás áldozatává. Senki sem tudta megmagyarázni, hogy a sírkamrában tartozó rablók miért nem vittek el semmit sem. A sírkamrába behatolván miért nem nyitották fel az aranyjal befuttatott szarkofágot, valamennyi lelet alapot egyszerűen kitűnő volt. Az aranytárgyak csak úgy csillogtak, mint az újak. 3000 év alatt nem lepte bele a por őket, s nem sötétettek be. De nem csak ez nézett ki furcsán. A sírkamrában egyszerűen aranypénzérméket találtak ilyen lepecsételt bőrelszényekben. Ezek a bőrelszények 3000 év alatt minden körülmény között el kellett volna porladniuk. Épségben voltak. Továbbá számos tárgyon mondhatni jelenlegi készítési szerszámok nyomai voltak. Konkrétan fűrész, mint ismeretes, 3000 éve ezelőtt bronzkorszak volt. Akkoriban az egyiptomiak még nem ismerték a fémet. Ebből következik, hogy kételkedni lehet abban, hogy például tegyük fel, bármit is lehetett csinálni bronzfűrészek segítségével, ilyen szerszám alig ha volt. A sírkamrában olyan királyok előtti keresztek voltak, amelyek mivel nem fértek be az ajtón, ezért egész egyszerűen szétfűrészelték azokat. Negyedik körülmény, Tutankhamon sírjához valamilyen szűk nyomtávú vasúti sín vezetett. Ötödik körülmény, meglepőek a sírkamra körüli munkák eléggé hosszú időszakai. Az ásatások mindösszesen 5 évig tartottak. A 89 négyzetméteren található drágoságok, a szarkofágok és benne található múmiák leírására csak nem kellett ennyi idő. Hatodik körülmény, a sírt erősen különbözik a király völgyében található más sírkamráktól. Valamennyi sírban a boldozatok és mennyezetek tojásdad alakúak, Tutankamonéban pedig szabályos parallelogramma alakban készültek, valamennyi sarok egyenes. A figyelmes szemlélődőt megdöbbenti a sírkamra falfestménye is, valamennyi hozzáférhető fénykép szándékosan úgy készült, hogy azt a benyomást keltse, minthogyha a falfestmény befedi az egész falat. Valószínűleg azért, mert éppen így ismertetik a sírkamrákat a királyok völgyében. Sőt, néhányokban a falfestmények még a mennyezeten is vannak. Tutankhamon sírkamrájában pedig a falfestmények csak a sírkamra falát fedi. Ráadásul az ábrázolások közül a legfőbb egyenesen a sírkamra belépő szeme elejé tárul. Ott, ahová nem kényelmes benézni, valamiért nincs falfestmény. Az a benyomás alakul ki, hogy külön a turisták számára készítették az ábrázolást, a többi sírkamrában nincs semmi hasonló. De legérdekesebb, hogy a fényképeken, amelyeket a különböző kiadásokban látni lehet, falfestmény úgy néz ki, mintha aranyból lenne, ráadásul nagyon régi lenne. Látható, hogy sok töredék megrongálódott vagy lejött,
De a valóságban ez a falfestmény valójában sárga festékkel készül, minthogyha arany lenne. Az állítólag elveszett töredékek pedig sötét barna mázból vannak, vagyis ezt a falfestményt eredetileg is régének készült, és így nem lett eredeti ókori ábrázolás. Hetedik körülmény, felhívja magára a figyelmet a mumia véglegesen rossz állapota is, amelyet a sírkamrában találtak. Tutankhamon úgynevezett mumiája a többi fáraó mumiájától sokkal rosszabb állapotban maradt fenn. Nyolcadik körülmény, Tutankhamon sírkamrája az egyetlen egy sírkamra a király völgyében, amelyről a látogatóknak kategórikusan tilos nem csak videófilmet készíteni, hanem fényképezni is. A bejáratnál a videót, fényképezőgépet egyszerűen elveszik. Tutankhamon igazi sírkamrája legnagyobb valószínűséggel semmiféleképpen sem igazi. A királyok völgyében folytatott úgynevezett ásatások, amelyet Carter 1917 őszén kezdett, csak elterelő művelet volt. Carter valójában nem kereste Tutankhamon sírkamráját, hanem építette, de ahhoz, hogy kiássa a sírkamrát és megtöltse megjelölt kincsekkel, időre volt szükség. Az expedíció ezért lapátolta 5 éven keresztül a homokat Egyiptomban. 5 év múlva pedig befejeződött a hamisítványok elkészítése, és az igazi műemlékek szállítása elkezdődött a szűk nyomtávon. Amikor a sírhely megtelt, Carter visszatért erre a helyszínre, és gyakorlatilag azonnal felfedezte a bejáratot a sírkamrába. A kétszer feltárt és utána befalazott bejáratot furcsa ókori rablók behatolásával magyarázták, akik bemenvén a sírkamrába semmit sem vittek el onnan. Azonban ekkora mennyiségű aranytár készítéséhez óriási pénzösszegre volt szükség. Az expedíció szponzora, Lord Carmenol alig ha fizethette ki mindent önállóan. Carter a legnagyobb valószínűséggel az egyiptomi kormánytól kapott segítséget, és a régészeti hamisítás nagyon jövedelmező üzleti vállalkozás lett. Kairóban csak az úgynevezett Tutankhamon kincs jelentéktelen részét őrzik. Nagyobbik részét hatalmas összegekért eladták a világ különböző múzeumainak. Tehát ha az egyiptomi kormány támogatta és Carter válla mekkora összeggel, akkor az bucsáson vissza is kapta. Nem is szóval arról a turista tömegről, akik minden éppen érkeznek a Nílus partjára, hogy elsősorban éppen Tutankhamon sírkamráját láthassák meg. De vajon az expedíció tagjai közül miért nem szólta el magát senki Carter hamisításáról? Nem lehet, hogy senki sem vett észre semmit. Egyből eszünkbe jut az úgynevezett fáraói átok, amely állítólag az expedíció sok tagjai halálává kiváltó oka volt. Elsőként Lord Carmen halt meg. 1923-ban történt ez. A Lord állítólag vére megfertőzésétől halt meg, óvatlan borotválkozás után. Nem sokkal később moszkító csípéstől halt meg Lady Carmelon is. Ezután egymás után történtek halálesetek. Idő előtt távozott Archbeck Reid, aki Tutankhamon múmiájának a röggen elemzését végezte, Make, aki Carterrel együtt tárta fel a sírkamrát, Carter titkára az ifjat Lord Westburg, az édesapja az idősebb Lord Westburg, és Carmenon féltestvére Alit Rand, aki öngyilkosság vetett véget az életének. 1930-ra az expedíció számos közvetlen részvevője közülük már csak maga Bogart Carter maradt, ezeknek a haláleseteknek a sorozata rengeteg feltételezésre adott okot. Vita tárgyát képzelte mindenféle változat elmélet az ég büntetéséről, amely elérte a sírásokat a súlyos baktériumbetegségekig, akiket a régi egyiptomi varázslók állítólag külön beültettek a sírkamrákba. De egyetlen egy kifejlett feltételezés sem talál tudományos bizonyításra, ezért mind a mai napig legvalószínűbbnek azt kell tartani, hogy a régészek egymás után bekövetkező halálesetei csodás egybeesésnek számítanak. Nem kizárt, hogy Carter munkatársai és maga Lord Carangon is
elkezdett kételkedni a talált leletek eredetiségében, ezért meg kellett szabadulni tőlük, hiszen az úgynevezett fáraói átok az expedíció nem mindegyik tagját ért el, csak azokat, akik vagy voltak benne a sírkamrában, vagy akik dolgoztak a fáraó múmiáján. Sok tudós és résztvevő, aki Carterrel dolgozott, nem volt beavatva az ügy részleteibe. Kitalálták, hogy nem igazi sírban voltak. Elsősorban azok jöttek rá, akik a röntgen elemzés végezték, ugyanis a múmia át volt alakítva, s így nem maradt más az egyiptomi különleges szolgálatnak valószínűleg, mint ezeket az embereket egyenként megölni. Véleménye szerint az lehet az észszerű magyarázat arra, hogy alátámasztunk valamilyen adatokkal, valószínűleg lehet, de egyelőre természetesen nem hozzáférhető. Természetesen az expedíció tagjainak erőszakos haláláról szóló változatra nincs megdönthetetlen bizonyíték, de túl sok furcsa körülmény és egybeesés kapcsolódik Tutankhamon sírkamrájához, és magával Carterrel is, aki szerencsésen megérte az 1933-as évet, sőt saját házában otthon halt meg az ágyában 65 éves korában természetes halállal. Amikor a régészek szenzációs leleteket hoznak elő, amelyeket nem meglepően napjainkban készítenek, gyakran hamisan, tökéletesen mitológiai dolgok valóságát állítják. Sőt, felmerül a kérdés, hogy mi lesz a történelemből ezzel kapcsolatban. Valódi emberekkel párhuzamos tökéletesen mitológiai személyiségeket kezdenek el létezni. Az egyiptológusok ezzel kapcsolatban nem számítanak kivételnek. A hamis dolgok közbeiktatásával lehet találkozni az ázsiai országok múltjában is, például a kínai történelemben. A kínai nagyfal. Az az egyedülálló építmény, amely sárkány testére hasonlít, a kínai nagy fal. Végig húzódik egész Kínán, a hossza több mint 6400 km, a magassága eléri a 7 métert, szélessége pedig a 3 métert. Úgy tartják, hogy a fal építése időszámításunk előtt 3. században kezdődött el, s már a időszámításunk 17. századában fejeződött be, vagyis a ma elfogadott történelmi változat szerint ez a építkezés majdnem 2000 évig zajlott. Tényleg egyedülálló építmény. Ehhez hasonló hosszú építkezésről a történelem nem tud. Ez a történelmi változatot mindenki annyira megszokta, hogy nagyon kevesen gondolkoznak el a lehetetlenségén. Bármely építkezésnek, különösen a nagyobbnak, ha valamilyen gyakorlati meghatározott célja. Kinek jutna eszébe, hogy valamilyen nagyobb építkezésbe fog, amelyet csak 2000 év múlva lehet majd befejezni? Természetesen senkinek sem, mert ez értelmetlen. Amellett, hogy ez végtelen építkezés, nehéz teherként nyomja az ország lakosságot, majd az építkezés fog állandóan rongálódni, helyre kell állítani, amint ez volt kínai nagyfallal is. Már sohasem fogjuk megtudni, hogyan nézhetett ki a fal legelső darabjai, amelyet állítólag időszámításunk előtt építettek. Magától értetődik, hogy elpusztultak. Azok a részek pedig, amelyek fennmaradtak, egészen napjainkig alapjából véve mind dinasztia idején építettek, azaz a 14-től 17. században, mert abban időszakban az alapvető építőanyag a tégla és a kőtöm volt, amelyek az építményt megbízhatóbbá tették. Vagyis a történészek kénytelenek beismerni, hogy ez a fal, amelyet ma bárki, aki akarja, megtekinthet, az a időszámításunk 14. századánál nem korábban jelent meg. De még a 600 év is komoly kor kőépítménynek. Azonban érthetetlen, hogy ez a építmény
hogy megmaradt ilyen jó állapotban. Európában például a középkori védelmi építmények például idővel elöregednek vagy leomladoznak. Le kellett bontani, súlyokat kellett építeni, modernebbeket, ahogyan ez Oroszországban is történt. Sok középkori hadő erődítményt átépült a időszámításunk 17. századában, de Kínában ezeket a természetes törvények valamiért nem érvényesülnek. De még ha feltételezzük is, hogy a régi kínai építészek tudtak valamilyen titokról, amelynek köszönhetően ennyire egyedülálló építményt alkotnak a történészeknek, nincs észszerű magyarázatuk a legfontosabb kérdésekre. A kínaiak ennyire makacsul miért építettek 2000 évi kőfalat? Kitől akarták magukat megvédeni? A történészek felelnek. A fal az egész kínai birodalom határa mentén a nomádok támadásaitól való védekezésre épült. De az akkori idők a nomádjainak rész, sőt kőhegyű nyilvesszőjük és kopjájuk voltak. Ilyen fegyverek ellen a kőfal akár 3 méter szélességben is nem szükséges. Az oroszok és az európaiak hasonló építményeket csak akkor kezdtek el építeni, amikor a küzdőtérre megjelentek az ágyúk és az ostromló fegyverek, azaz időszámításunk 15. századában. De a lényeg nem is annyira a fal szélességében, hanem a hosszában a fal, amely néhány ezer kilométer hosszú, nem tudta megvédeni Kínát a támadástól, mégpedig a következő miatt. Sok esetben mellettük elhelyezkedő dombok tövében húzódik, mint például itt. Tökéletesen nyilvánvaló, hogy az ellenség felkapaszkodán a szomszédos hegycsúcsra, a fal ezen a szakaszán könnyen lelőhette az összes védőt, a felülről röpködő nyilak, erről a kínai katonákat nem lett volna hová elfutniuk. Másodszor a fal teljes hosszán az őrbástyák 60-100 méterenként épültek. Ezekben a bástyákban állandóan nagy katonai egységeknek kellett tartózkodniuk, s ügyelni az ellenség megjelenésére. De míg az állítólag időszámításunk előtt 3. században, Shi Huangdi császár idején, amikor már megépült 4000 kilométernyi fal, kiderült, hogy ha a bástyákat ilyen gyakran emelik, akkor a fal hatékony védelme nem lesz lehetséges, nem lesz elég az egész kínai birodalom fegyveres ereje erre. Ha viszont mindegyik bástyára nem nagy egységet állítanak, akkor könnyű zsákmány lesz az ellenség számára. A kiszámoló egységet hamarabb megsemmisítik, mint hogy szomszédos egység még a segítségére indulhatna. Ha viszont a védő egységeket nagy számban alakítják ki, de ritkábban állítják, akkor túl hosszú vittelen részei lesznek a falnak, amelyen keresztül az ellenség könnyű szerrel behatol az ország belsejébe. Nem meglepő, hogy az ilyen erődítmény megjelenése nem védhette meg Kínát a betörésektől. Viszont az építése erősen kimerítette az államot, a Csí dinasztia pedig elvesztette a trónt. Az új dinasztia, a Han, nem nagyon hagyatkozott a falra, és visszatért a manőverező háború rendszeréhez. De mindegy, mert amint azt a történészek állítják, a fal építése valamiért folytatódott. Furcsa egy történet. Érdekes az a tény, hogy a időszámításunk 17. század végéig kínai nagy falon kívül nem épült egyetlen nagyobb kőépítmény sem, de hiszen a tudósok azt állítják, hogy Kína lakossága közt állandó belviszály dúlt, akkor miért nem sáncolták el magukat egymástól falakkal? Miért nem építettek kőből épült várfalakat a városaik köré? Olyan egyedülálló tapasztalattal rendelkezvén, mint a kínai nagyfal, az egész országot be lehetett volna hálózni védművekkel. Azt kapjuk így, hogy a kínaiak minden eszközüket, erejüket és tehetségüket a katonai szempontból olyannyira haszontalan építmény építésére fordították, mint a kínai nagy fal. De van más történelemváltozat verzió is a kínai fal építéséről. Ez a történelemváltozat nem annyira kedvelt a történészek körében, mint az első, viszont jóval észszerűbb.
A nagy fal tényleg Kína határa mentén épült, de nem a nomádokkal való védekezésre, hanem két állam közötti határ jelölésére. Az építése pedig nem 2000 évvel ezelőtt kezdődött, hanem jóval később a 17. században, vagyis a híres fal nem több mint 300 éves. Emellett történelem változat mellett érdekes tény szól. A hivatalos történelem változat szerint időszámításunk 17. század közepén Kína észak földterületei, tehát azok a földterületek, amelyek határosak Oroszországgal, erősen elnéptelenedtek. Azért, hogy megvédjék ezeket a földterületeket az oroszok, mongolok és koreaiak betelepülésétől, 1678-ban Kanszi császár elrendelte, hogy a birodalom ezen határát építsék be különlegesen megerősített vonallal. Az építése egészen a 17. század 80-as évig tartott. Felmerő kérdés, hogy a császárnak miért volt szüksége arra, hogy az úgy megerősített vonalat építsen, ha Kína teljes északi határán már amúgy is régen állt a hatalmas kőfal. Legnagyobb valószínűséggel semmilyen fal még nem volt ott. Ezért a kínaiak, hogy megvédjék a földterületeik, erődítményvonal építését kezdték el, hiszen ebben az időben kínai határmenti háborúkat folytatott Oroszországgal, s csak a időszámításunk 17. évszázada végén egyeztek meg az oroszok és a kínaiak, hogy a határ hol fog húzódni a két ország között. 1987-ben Nyercsinszki városában aláírták az orosz-kínai szerződést, amely rögzítette Kína északi határát. A 17. évszázad kínai vezetői valószínűséggel nagyon jelentőséget tulajdonítottak a Nyesinszki szerződésnek, ezért úgy döntöttek, hogy a határt nem csak papíron húzzák meg, hanem földön is. Így az egész Oroszország menti határ hosszában megjelent a határfal. Ez Ázsia 17. évszázadi térképe, amely a Királyi Akadémián keresztül Amsterdamban. Itt jól látható két állam, Kína és Tatárország. Kína északi határa mintegy 40-es szélességi kör mentén húzódik. Pontosan a határon húzódik a kínai fal, sőt vastag vonallal van megkülönböztetve, mellette felirat Muralje la de Chine, ami franciára lefordítva annyit tesz Kína fala. Ugyanezt lehet látni Ázsia térképén is, amelyet 1754-ben adtak ki. A nagy fal itt is körülbelül Kína és Tatárország határa mentén húzódik. A falat ábrázolója Gullo Madéria Tatárország térképe is. Jól látható, hogy ez nem egyszerűen vastag vonal, hanem bástyás fal. Ez pedig a nagy Gotburgi glóbusz, amelyet Szentpéterváron a Kungskammerben őriznek. A fal ábrázolása egyértelműen látható rajta. Itt is határt jelöl. Kína s vele szomszédos állam a kínai Tatárország között. Egyáltalán ez egyedülálló eset a térképészetben, hogy valamilyen építészeti alkotás földrajzi térképen szerepeljen. Természetesen fel lehet tételezni, hogy a régi kínaiak még 2000 évvel ezelőtt előre látták, hogy hol megy majd az orosz-kínai határ. 1689-ben pedig két állam volt olyan ravasz, hogy a határt az itt már egyébként is álló falnál húzza meg. De akkor feltétlen lett volna utalás erre a szerződésben, de a Nyecsenszki szerződésben semmi ilyen említés nincs a falról. Az egész világ tudósai már több évszázada riadót fújnak. A világ két csodájának az egyike, a kínai nagyfal, határozottan omladozik, s valójában néhány helyen a fal magassága 2 méterre csökkent le, s néhol teljesen eltűnnek a bástyák kilátói. Néhány tucat kilométernyi fal pedig végképp teljesen tönkrement. Több száz kilométernyi pedig továbbra is gyorsan lomlik. Mindez annak ellenére,
hogy néhány évszázadon át a falat nem egyszer felújították és helyreállították. Korábban miért nem omladozott ilyen tempóban? Több mint 2000 év alatt miért kezdett elhatározott rommá válni? A tudósok mindezért az éghajlatot, az ökológiát, a mezőgazdaságot és természetesen a turistákat teszik felelőssé. A falat minden évben 10 millió ember látogatja, bár másznak oda is, ahova lehet, de oda is, ahova nem. A falnak még azokat a részeit is akarják látni, amelyek le vannak zárva a látogatás elől. De a helyzet a legnagyobb valószínűséggel máshogy áll. A kínai nagyfal teljesen természetesen omladozik, ugyanúgy, mint ahogyan valamennyi más hasonló építmény is összeomlott. 300 év kőépítmény számára komoly idő. Ez a történelmi változat, hogy a kínai nagyfal sokáig 2000 évig épült, mítosz, akárcsak magának Kína történelmének java része is. Azonban a régi Kínában való létezett építmény, amelyet falnak hívtak, ennek töredékei nem messze találhatók a jelenlegi kínai nagyfaltól. Amikor 2010 elején voltam a kínai nagyfalnál, pontosabban annál a falnál, amelyet az ókori kínai nagyfal gyanánt mutattak be, mellesleg vittem magammal erős távcsövet, s nézegetvén az előtte a fal előtt lévő térséget megláttam, hogy a kínai fal tényleg létezik, látható távcsővel. Ez a fal nem a hegytetőkön halad végig, mint ahogyan a hamisítvány, szemmel látható hamisítvány van megcsinálva, amelyen végigvezetik a turistákat, amelyen én is jártam, és tökéletesen nyilvánvaló volt előttem, hogy a hamisítványon járok. Az a fal pedig, amelyet a távcsővel láttam, azt a benyomást keltette, hogy tényleg régi, réges-régi fal. Sajnos ez a fal majdnem teljesen leomlott, de Gleb Noszovszki által készített fényképeken jól látható, hogy a síkságon húzódik. Látható, hogy a fal nem kőből készült, hanem agyagból van kiverve. A falon megmaradt bástyatöredékek alapján ítélve valóban katonai határt jellegű rendeltetése volt, de annak ellenére, hogy ez a építmény viszonylag közel található jelenlegi faltól, a kínai történészek úgy csináltak, minthogyha a régiségi erődítmény egyszerűen nem is létezik. Elkísért néhány aspiráns történész a Pekingi Egyetemről, amikor megmutattam nekik ezt a falat távcsövemmel, akkor elkezdtek hülödezni, dobálni a köveket, semmit sem hallottak. Akkor feltettem neki a kérdést, hogy oda lehet-e menni megnézni a falat, de egyértelmű választ kaptam, nem, tilos. Mítosz a népek múltjáról, a történelmi emlékek valódiságáról azonban azokban az időkben vertek gyökeret, amikor az emberek többségének nagyon zavaros elképzelései voltak még a szomszédos városokban élő emberek életéről is, nem is szólva a távoli országokról és földrészekről. Ezért bármely dolgot, amit az átutazóban lévő utazónak mondanak, az emberek egyből elhitték. Ma nekünk hozzáférésünk van a hatalmas mennyiségű történelmi információkhoz. Van lehetőség világot látni és meggyőződni ennek a információnak a valódiságáról. Ezért szemlélve én a régi városokat és a kortárs múzeumokat, felmászván a romokra, lemenvén a sírkamrákba, a világot saját szemükkel kell néznünk, nem csak az idegenvezetők szemével. Hiszen minél figyelmesebben viszonyulunk a történelemhez,
annál kevesebb hely marad kitalációnak és a hamisítványoknak. Az új kronológia tudományos projekt eredményei lehetővé teszik, hogy arról beszéljünk, hogy a hamisítók tevékenységét az orosz történelem szenvedte meg a legjobban. Más államoktól eltérően Oroszország múltját a felismerhetetlenség eltorzították. A 17.-től 18. század reformátorainak a parancsára sok történelmi tény teljesen átírtak, míg mások egyáltalán teljesen eltűntek. A történelem hamisítás egyik ékes példája időszámításunk 16. századi korszaka. A történészek nem csak új értelmezést találtak ki ennek a időnek a politikai eseményeihez, hanem teljesen eltorzították a Rurik dinasztia királyainak, cárjainak az életrajzait. Azzal kapcsolatban, hogy valójában ki uralkodott IV. Iván néven, nézzék meg a következő filmünkben Retteget Iván címmel.